Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, leülök ide az asztal mellé. Egy újabb videóban egy olyan csapdát szeretnék megmutatni, illetve annak több verzióját is, amelyekkel gyérideni lehet a poloskát. Lassan mindenkinek rémálma lesz a poloska a kertbe. Hál' Istennek idén engem egyelőre elkerülnek, nagyon keveset láttam, de hát előbb-utóbb ide is megérkeznek majd. Sokan kérték tőlem, hogy mutassak módszereket poloska ellen. Hát a legjobb módszer az mai napig az, hogyha veszünk egy edénkét, ebbe bekeverünk egy kis vizet mosogatószerrel, és lehetőség szerint, ha időnk engedi, reggel is este is bejárjuk a növényeinket, és kézzel belepöccintjük ebbe a mosogatószeres vízbe a poloskákat, mert hát ez a legjobb módszer, tagadhatatlan. Vegyi módszer is biztos jó, én nem mondom, hogy nem, őszintén soha nem próbáltam, de amiket olvastam róla, eléggé hát szélmalomharc, ugyanis ezek a poloskák repülnek, lehet, hogy lefújjuk ilyen rovarölővel a növényeinket, egyrészt azt a mérget meg fogjuk enni, másrészt egész egyszerűen jön másik. Ugye Hoffinak volt egy ilyen szólása, hogy mikor Jézus ugye a kereszten ki van kötve, és akkor csípik a legyek, és az egyik tanítvány el akarta hesegetni őket. Erre mondta azt Hoffi, hogy hagyj fiam, úgyis csak éhesebbek jönnek. Hát körülbelül így van ez a poloskákkal is. Lehet, hogy lemérgezzük őket, elzavarjuk őket, de hát úgyis jön másik. Úgyhogy ez a vegyi verzió, nem tudom, hogy mennyire jó ötlet. Ez az úriember, akinek a videója alapján megindult az én keresgélésem ilyen hát poloska csapda irányába. Ezelőtt körülbelül 9-10 évvel töltött fel a YouTube-ra egy videót, ami olyan fél népszerűségnek örvendett. Én 4 évvel ezelőtt próbáltam ki először ezt az ötletét az úriembernek. A készséget elneveztem saját buta fejem alapján fényvarsának. Ugye a varsa az a rekesztő horgászat, rekesztő halászatnak volt egy módszere, amikor egy keskeny szájon keresztül tudott a hal bejutni a szágba lényegében, és nem tudott vissza kiúszni, hiszen nem találta a kiutat. Na most az illető úriember is azt mondhatja, hogy egy flakonnak lényegében levágja a tetejét, amit aztán a flakon belsejébe beletesz. Azon a pici lukon ugye be fog tudni jutni a rovar, vagy hát bogár jelen esetben, de nem fog tudni vissza kijönni, hiszen ő mindig itt oldalt fogja keresni a kiutat, ahol pedig tökéletesen zár a készségünk. Az ő videójában, hát itt szigetelő szalaggal, hát tipikus amerikai módszer, szigetelő szalaggal vonta be, hogy a fény ne tudjon megszökni ebből a készségből, hiszen fénnyel fogjuk oda csalogatni a poloskákat, mégpedig úgy, hogy alulronnan, tehát innen lényegében megvilágítjuk ezt a fényvarsát, tehát ide fogunk bevilágítani, ami a teljes belsejét ugye megvilágítja, és mivel ezek a bogarak vonzódnak a fényre, bele fognak repülni, és bele fognak esni ebbe a tölcsérbe, és onnan nem találják majd a kiutat. Én megpróbáltam, mondom, 4 évvel ezelőtt, mikor ezt a videót láttam, csúfos kudarc volt az eredménye ennek a típusú hát poloska horgászatnak, ugyanis lekövettem a videót, és hát nem működik úgy, ahogy ez meg van mutatva. Még hozzátartozik, mondom, hogy itt ő szigetelő szalaggal szigetelt el, tehát hogy a fény ne szökjön meg, és hogy csak itt jelenjen meg a fénye annak a lámpának, ami innen lentről bevilágít. Tehát ide alóra, itt most egy elemlámpa, ugye, tehát ide alóra, ha bevilágítunk, akkor a fény ugye nem tud megszökni, és ide csalogatja majd a rovarokat. Hát elméletileg ez így nagyon jó volt a videóban, viszont az úriember, a fényforrása, az egy spot, ledes spot lámpa volt. Biztos ismerjük azokat a ledes készségeket, amiket szekrénypolcok megvilágítására készítenek. Például ez most egy hosszúkás verzió, de létezik ebből ilyen kerek is. Hát olyanom is volt, csak szétszedtem és átalakítottam valami másra. A lényeg az, hogy vannak ezekből azok a kerek modellek, aminek ugye ha megnyomjuk ezt a bizonyos védőburkolatát, akkor felgyúlnak a ledek, ha megint megnyomjuk, akkor pedig elalszik. Ezek a szekrénybe használható spot ledes lámpák, ugye elemes ledes lámpák. Hát ez is szét van szedve, mert ezzel is más projekteket próbáltam. A lényeg, hogy a úriember egy ilyen ledes spot lámpára ültette rá lényegében a flakonkáját,
az oldalára még ide néhány papírcsíkot is felragasztott. Elmeséltem a videóban, hogy a ide szálló poloskák azok csúsznak a flakonon, és azokon a kis papírcsíkokon tudnak majd felmászni és bekerülni ide a töltsérészbe, ahonnan bepottyannak az edénybe. Jónak tűnt az ötlet, annyi változtatást eszközöltem rajta, hogy szappanos vizet öntöttem a belsejébe, és vártam a nagy fogást, hát egyetlen poloskát nem fogtam vele. Úgyhogy sútba is dobtam ezt az ötletet, és nem foglalkoztam vele egészen tavalyi évig. Tavaly ugye koronavírus, be voltunk szorulva a házba. Leültem, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy mi lehet a gond. És főleg keresgéltem rengeteget interneten, aztán megtaláltam egy érdekes cikket arról, hogy hát szintén tengeren túli kutató laboratóriumok is fognak be fényvarsa segítségével bogarakat, például poloskákat, és innen tudják megállapítani nagyságrendileg a éppen jelenlegi állományokat. És mondtam, hogy ha kutató laboratóriumnak működik, akkor valószínűleg, hogy működne ez a dolog, csak valahogy nem úgy volt kivitelezve, hogy az tökéletes legyen. És elkezdtem egy picit gondolkozni azon, hogy mi lehet a baj. Aztán kísérleteztem, és azért hoztam ide ennyi lámpát, hogy megmutassam. Első ötletem az volt, hogy nem megfelelő a LED lámpának a fénye. Nem szeretik a LED lámpa fényét, és azért nem repülnek rá. Hiszen a hagyományos lámpa, tehát ami mondjuk a teraszunkon vagy a lakásban benn van, az nagyon sokszor becsalja a poloskát a házba, és éjszaka arra kelünk fel, hogy valami óriási dübörgéssel dünnyög a poloska plafonon, a lámpánkon, vagy a teraszunkon az üvegbúrát fejelgeti le. Úgyhogy mindenképpen csalja őket a fény, ez már bizonyos, csak valószínűleg tartottam, hogy nem megfelelő LED lámpa fénye. Megpróbálkoztam egy másik fényforrással. Ez egy UV-lámpa, nem tudom, hogy a kamerán kicsit, lássam, mi van a képernyőn, igen, ez egy UV-lámpa, ez ultraviola fény bocsájt ki, és ezzel is kipróbáltam, tehát UV-lámpát tettem ide alulra, és akartam látni, hogy UV-fényre működik-e, hát arra sem működött, így utólag most már tudom, hogy miért nem, egyébként kiváló volna, az én kis háztartási UV-lámpám, ez iszonyat gyenge. Nagyon kicsi a fénye, és nem elégséges ahhoz, hogy oda csalja őket. Három picurka LED szolgáltatja a fényt, tehát egész egyszerűen túl gyenge ahhoz, hogy ez oda csalja őket. És ahogy így játszogattam tovább, megpróbáltam más fajta elemlámpákkal, amelyikben sokkal több LED van, tehát ugye egy olyan spotban három darab LED van csak, gondoltam, hogy akkor több LED, nagyobb fényerő jól működni fog, ezzel sem működött. Hogy aztán hosszas kísérletezés után rájöjjek, hogy lényegében az egyetlen gond és gigszer az nem a fény miensége volt, hanem a fény erőssége. És így jutottam el aztán a végső kísérletezés végére ezekhez a krilledes elemlámpákhoz. A krilledek ezek lényegében összetett ledek, több ledből megalkotott ledek, amiknek iszonyatos, bombasztikus, iszonyatosan erős fényük van, tehát vakítóan erősek, és a végső kísérlet az úgy zajlott, hogy ilyen krilledes lámpát fogtam oda, és kérem szépen működött. Szeretném ezt megmutatni. Tavalyi tesztek jól működtek, azért idén még akartam tesztelgetni, mielőtt ezt megmutatom, mert nincs is annál rosszabb, én is rosszul éreztem magam, amikor lemásoltam az illetőnek a spotos bogárfogóját, és kiderült, hogy nem olyan, amilyen kéne legyen, nem működik. Úgyhogy most már azért bátran merem állítani, hogy az egész dolognak a kulcsa a fényerősség. Bivajerős lámpára van szükség, még ennél erősebb is jobb volna, mint ez itt a kezemben. Ez egy lítiumos elemlámpa, lítium elemmel működik. Ezek újrahasznosított lítium elemek, mondjuk egy Samsung elem, ez itt a kezembe, egy 18650-es lítium elem, ami meghajt egy krilledet, ez megközelítőleg egy éjszakán keresztül bír világítani egy feltöltéssel. És ezeket az elemeket aztán fali töltőről töltöm újra, hogy bogarázhassak velük. Na most
mikor is, csütörtökön, 8-án idén újra kezdtem a tesztelgetést, és én úgy gondolom, hogy kicsit előre is haladtam magam szemszögéből. Megmutatnék egy rövid bevágást, egy videót, amit a napokban videóztam, hogy megmutassam, hogy ha ilyen bivajerős fényforrásunk van, tehát ilyen krilledes bivajerős lámpa, ez most fényes nappal van, déli 12 óra, és így látszik a fénye, tehát gondolhatjuk, hogy milyen, a kamera tompítja, tudom, de ez egy iszonyat erős lámpa, tehát ez mondhatni lyukat éget a falba, úgyhogy megmutatnám egy videón, hogy hogy néz ki egy ilyen összerakott csapda, amelyik már úgy nagyjából kész van, hát hányaveti módon, de működőképesen, és egy ilyen bivajerős lámpával tesztelve nagyjából mi az, amit egy éjszaka alatt meg lehet fogni vele. Az előbb itt valahol, hol volt, itt nyírtam ki egy poloskát a málnán. Hát ez még ilyen kölyök volt, de ahol kölyök van, ott nagy is van. Úgyhogy itt málna szedés közben itt már gyűlik a vedérbe a málna, ugye a szörpnek. Kihoztam a poloska fényvarsát is. Egyelőre most ugye teljesen üres. Be fogom kapcsolni a lámpát. Hoppá, nem jó, az a villogó funkció. Most lesz jó, világít a lámpa, világít a flakonka. És akkor reggelig itt fogom hagyni, most este 9 óra van, reggel, amikor jövök kacsát etetni, akkor majd megnézzük, hogy mi lesz benne. Remélem jó sok minden, és meg tudom mutatni. Na jó reggelt mindenkinek, tehát már délelőtt van. Jövünk kontrollba, kikapcsoljuk a lámpát, hogy meg tudjam mutatni. Hát mindent fogtunk, nem csak poloskát, de bizony poloskát is. Most így hirtelen 1, 2, 3, 4, még egyszer. Miért mozognak ezek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen. Még egyszer 2, 4, 6, 7 poloskát számolok. Na most az igazság az, hogy ebben nem ártott volna egy kis szappanos víz az aljára. De hát most azért is nem tettem, egyrészt, hogy meg tudjam mutatni, féltem, hogy így felhabzik majd, vagy nem lesz megfelelő a láthatósága, és akkor nem fognak látszani a poloskák. No, ezt fogja a fénycsapda. Pár szót mondanék róla. Mielőtt pár szót mondanék, nézzük meg egy kicsit, hogy hogy néz ki. Ahol van egy bivajelős elemlámpa, ez egy darab lítium elemmel működik, ez megvilágítja egy flakon alját. Lényegében a fény, hát most már reggel van, most egy kicsit biztos lemerült a lámpa, ez a villogó funkció, na hát le van merülve a lámpa, meg fényes nappal van, de ez egy bivajelős lámpa, ugyanis ezen múlik a siker titka, hogy mennyire erős a fényünk. Ha nagyon erős a fény, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős a fény, akkor fogunk. Na most mit jelent az, hogy nagyon erős fény? Hát mondjuk ekivalens egy 30-40 wattos izzóval. Értjük? Tehát borzasztó-borzasztó erős fény kell. Ez a lámpa ez olyan, tehát ez annyira erősen világít, hogy úgymond lyukat éget a falba éjszaka, és ezért használom erre a célra ezt. Na, ez az eredmény ahhoz képest, hogy nekem nincs a málnán is nagyon kevés bogár van. Tehát igazából én azért is fogtam keveset, mert kevés a... Most így keresek, hopp, egyet találtam. No. Tehát nem mondom, hogy nincs, a málnán van, de borzasztóan kevés, és ezért van az, hogy keveset is fogtam, de akinek nagyon el vannak ezek a dögök szaporodva, az bizony sokat fog fogni. A siker kulcsa az az, hogy mennyire erős a lámpa. Na, megmutatom pár pillanat alatt, hogy ez hogy néz ki akkor, és mutatok még egy másik módszert, ami még pofon egyszerűbb, még sokkal könnyebb megoldani, és minimum ilyen jól működik, hanem jobban.
Közben előre hoztam ezt a cuccot, hogy tegyek bele egy kis szappanos vizet, és közben megmutatnám, hogy ilyen lítium elemmel működik a lámpa. Ezek újrahasznosított elemek, ezért sem adtam pénzt, hanem egy bedöglött laptop tápjából bogaráztam ki őket. Ezeket fali töltőről feltöltöm, és egy ilyen pont egy éjszakát bír ki. Olyan töltőm van, ami egyszer kettőt tud megtölteni, tehát így két naponta feltöltöm a két elemet, és egy-egy éjszakát, tehát minden reggel kicserélem az elemet a lámpába, lényegében ennyi az egésznek a nyitja. Nagyon-nagyon fontos, hogy ha elemlámpát használunk, még egyszer mondom, borzasztó erős elemlámpa legyen, tehát nem az a régi típusú ledes lámpa, hanem egy krilledes, egy olyan, ami tényleg szó szerint, még egyszer idézem saját magam, lyukat éget a falba, olyan lámpa kell nekünk. Még annyit, hogy ez éppen ezért a napelemes mindenféle ilyen ledeket felejtsük el, tehát azoknak a fényereje nem elég ehhez a csapdához. Aki balkonon például termezget, az simán használhat egy éjjeli lámpát is, vagy egy éjjeli lámpa égőt, egy ledes égőt mondjuk, ami nem fogyaszt csak pár wattot, 3-4 wattot, és akár fali tápról is működtetheti a lámpát, az a legjobb verzió, és nagyon-nagyon sok poloskát fog fogni garantáltan minden éjszaka. No, hát igyekeztem megmutatni, hogy bár nekem most még egyszer mondom, nagyon-nagyon kevés a poloskám, egyedül a málna bokronot lehet még találkozni egyelőre velük, paradicsomon, paprikán egyelőre semmi nincs, hát szerintem valahol a málna védőnövény is. Egyébként sokan használják ezt, hogy búzát, vagy valami olyasmit vetnek a kertjükbe, amire igazából nincs szükségük, de oda vonzák rá a poloskákat, és akkor addig a poloska békén hagyja például a paradicsomot. Na, visszatérve egy kicsit, tovább gondolkoztam ezen a megoldáson, bár ez így már nagyon jól működik, tehát láttuk, hogy lényegében egy flakon be van vonva egy átnem világítható, átnem fénylő anyaggal, jelen esetben ezt taniolpapírral vontam be, tehát ilyen fóliával. Ide bevilágítok egy bivaj erős lámpával. Na most itt a kísérletben én nem tettem az aljára samponos vizet, úgyhogy még az is lehet, hogy, vagy mosogatószeres vizet, úgyhogy még az is lehet, hogy néhány meglógott, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy nem ártana beletenni egy keveset. Valahol én azért is nem tettem bele őszintén, mert szerettem volna, hogyha a videón látszik, hogy hány darabot fog. Fog az a helyzet. Ha elég erős a lámpánk, ha gagyi a lámpánk, tehát hogyha csak ilyen kis vacak kézi lámpánk van, amelyik ilyen régi típusú, nagyon gyenge fényerővel, semmit nem fogunk fogni, megmondom előre. Legjobb talán az volna, hogyha valami direkt 220 voltos áramforrásról egy ledet hajtanánk meg, mondjuk egy ledégőt, egy ilyen néhány amperes, néhány wattos elnézést ledégőt hajtanánk meg, amelyeket mondjuk éjjeli lámpába szokták tenni, tehát ezek az igazán tökös fényforrások, ezek lesznek a sikernek a kulcsai. Na de visszatérve, ezt a típusú csapdát én most csak így a teszt kedvéért használgattam megint, így ebben a formában nem igazán fogom ezentúl alkalmazni, két nehézség miatt. Az egyik az, hogy ugye állandóan ki kell ürítgetni, ki kell mosogatni, közben vigyázni kell, hogy ne legyen vizes a lámpa, szóval egy kicsit kényelmetlen. Másik probléma az, hogy nekem ilyen erős fényforrásom csak ilyen típusú elemlámpa van, amit ugye látható a videón, hogy így alulronnan oda ragasztóztam, lényegében oda fogtam a rúthoz. Ezek nagyon hamar lemerülnek, ez egy éjszaka alatt lemerül az elem, tehát másnap reggelre már lényegében tölteni kell az elemet. Elég kényelmetlen, tehát ezt mindig kicsavarni, elvinni, feltölteni, visszavinni, kicsavarni, becsavarni. Szóval egy kicsit meguntam ezt a dolgot, és ezért most elkezdtem tesztelgetni, és nagyon jól működik a következő megoldást. Van nekem kettő darab ilyen, hát minek is nevezzem, powerbank az angol neve, hát ilyen telefon, és más dolog áram ellátására használható, lényegében táp. Ez egy hordozható táp, akár még autót is lehet róla bebikázni,
biztos nagyon sok embernek van ilyen vagy ehhez hasonló valamilyen táp, elutazáskor telefont lehet róla tölteni, tehát egy csomó hasznos dologra használható. Na most ez egy elég nagy kapacitású, 12.000 mAh, tehát nagy, dög, nehéz és rengeteg elem van benne, emiatt akkumulátor, tehát emiatt aztán ezen is van egy krilledes lámpa, ami ugyanolyan vakítóan erős, mint ebben a lámpában, ami van. Ha felkapcsolom, akkor látni is fogjuk, hogy egy bivaly erős fényforrásról beszélünk itt. Ez megint fényes nappal van, tehát dél van, ráadásul ide süt a nap is a teraszra, ahol ülök, és még így is látjuk a fény erejét. Tehát egy bivaly erős lámpa, és erről az óriási nagy akupakról ez a lámpa ez képes több napon keresztül így égni, így működni. Tehát napokig el lehet felejteni, és áttértem inkább erre az eszközre, inkább ezt használom újabban, és készítettem hozzá egy újabb típusú csapdát, ami egy kicsit hányaveti dolog megint, de hát ez még mindig a kísérleti fázisok egyike. Ez itt egy térkő, mint azt látjuk, megmaradt térkő, amire lényegében meleg ragasztóval ráragasztottam egy flakont, egy levágott tetejű, levágott szájú flakont. A flakont kívülről nem bevontam ugyanúgy alufóliával. Na most ebbe a készségbe lényegében teszem bele a felkapcsolt fényforrásomat, így, és ez a készség, ez képes akár 3 napon keresztül így ebben a formában világítani, utána meg simán fali töltőről feltölthető és újra 3 napig üzemelni fog. És erre a levágott szájú alufóliával beburkolt flakonra egész egyszerűen ráteszek egy kisedényt, a kisedénybe beleteszek mosogatószeres vizet, és így ezt ebben a formában, tehát így ahogy így látjuk, ebben a formában kiteszem a kerbe. Azért van ez a térkő, hogy a szél vagy véletlenszerűen ne tudjuk felborítani. Egész egyszerűen olyan stabil, hogy azt elmondani se tudom, ezt ahova letettem, ez ott lesz akármilyen vihar van. Benne világít a cucc, és éjszaka ez az egész, ez üvöltve világít. Tehát ezt most, hogy le tudjam szimulálni, azt hiszem, hogy a gardrób szekrénybe fel fogok most menni. Ezt így felcipelem a gardrób szekrénybe, és ott a vaksötétben megpróbálom megmutatni, hogy éjszaka ez hogy néz ki. Tökéletesen működik, tesztelve van. Ha elég erős a fényforrás, és ez mindennek a kulcsa, a siker kulcsa. Nagyon erős fényforrás kell. Na most én 220-at nem merek kihúzni a kertbe, mert jön egy eső, vagy beázik, vagy valami, de így például egy ilyen megoldással iszonyat sok bogarat tudunk összegyűjteni, anélkül, hogy a kis ujjankat is megmozdítanánk, nagyon tudjuk őket gyéríteni. És így ebbe a formába ki lehet tenni akár, nem tudom, a paradicsom töveink alá, és minden éjszaka szépen gyűjtögetni fog. Aztán reggel csak annyi dolgunk van, hogy ezt kidobjuk, kiürítjük, teszünk bele friss vizet, friss mosogatószer, ugye reggel lekapcsoljuk a lámpánkat, és következő este, következő éjszaka, megint csak felkapcsoljuk, bocsánat, tehát felkapcsoljuk, beletesszük, és a friss mosogatószeres edénykénket fölé tesszük, és már működik is. No, én azt mondom, hogy mindenképpen próbáljuk ki, működik. Persze nagykerti felhasználásra nem, tehát ahol rengeteg, több száz tő van, és nagy a kert, és minden, ott ez nem igazán fog beválni, mert egész egyszerűen nagyon sok ilyen cuccot kellene kitenni, sok macera lenne vele. De ha tényleg valaki egy nagyon-nagyon pici kertben ügyel arra a pár tő kis paradicsomkájára, ami van, vagy egy balkonon, tökéletesen fog működni. Egy a siker kulcsa, tehát egyetlen egy dolog kell a biztos sikerhez, bomba erős fény. Tehát ilyen, még egyszer mondom, ilyen hagyományos, kicsi, gagyi, vacak fényforrásokkal, ja, meg ezek a napelemes cuccokat felejtsük el. Tehát azok iszonyat gyenge fényűek, egy ilyen napelemes lámpa, nem vagyok én buta, nem azért nem jutott eszembe, mert nem jutott eszembe, hanem egész egyszerűen azért, mert nem működne vele. Tehát bivajerős, nagyon erős, kréledes, bombaerős fényforrás kell, vagy akár ledes égő, és
konnektorból világítva vele. Tehát mindenképpen nagyon erős fényforrás, és higgyük el nekem, hogy működni fog. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ezt szerettem volna elmesélni. A legközelebbi viszontlátásig. Még talán annyit esetleg, hogy ugyanezt úgy is meg lehet oldani, hogy a fölé nem samponos vizet vagy mosogatószeres vizet teszünk, akár úgy is megoldhatjuk, hogy ide a tetejére egy teljesen átlátszó valamit teszünk, egy fóliát például, és arra egérragasztót finoman, vékonyan széthordunk, vagy valamilyen más ragacsos anyagot. Ugyanúgy fog működni az is. No, köszönöm még egyszer a figyelmet, viszlát!